Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Makói Városi Televízió 18 órai szerda esti híradóját látják, köszöntöm Önöket! Érkezzenek legfontosabb híreink! Első helyezésekkel tértek haza a Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola klarinét tanszakának diákjai. Kezdi elnyerni végső formáját a nagyéri piaszcsarnok. 112 tehetséges diák alkotását jutalmazták a Látta de már a zenét elnevezésű rajzversenyen. Első helyezést értek el a Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola klarinét tanszakának diákjai a közelmúltban megrendezett 8. Csongrád-Csanád vármegyei fafúvós versenyen. A fiatalok kitartó munkájának köszönhető a kiemelkedő eredmény. Immáron 8. alkalommal rendezték meg Szentesen a megyei fafúvós versenyt, amelyre 4 növendékével látogatott el Gábor Nagy Árpád klarinét tanár, aki büszkén mondta el stábunknak, hogy mindegyik diákja első helyezett lett. A felkészítő kiemelten ejtett szót a megmérettetés jelentőségéről, amelyet a szentesi kollégák azzal a céllal szerveznek meg évről évre, hogy a 3 évente megrendezett országos verseny közötti időszakban is megmérettessék magukat a művész palánták. Ne csak ugye az országos, hanem megyei szinten is, és őnekik szándékuk az is, hogy az úgynevezett derékhad is vegyen részt rajta. Tehát az országos kiírás az mindig nagyon magas színvonalú, oda tényleg bekerülni is igazi megtiszteltetés. A megyei versenyen olyan a kötelező anyagoknak is a megválogatása, hogy több ember részt tudjon venni rajta. Ettől függetlenül nem szeretnék a színvonalból engedni. Ha megyünk, akkor úgy szeretném, hogy az jó legyen. És szerencsére ez is sikerült. 0. korcsoportban indult Ván Kitti klarinétos, míg Katona Márk Zoltán szaxofonon játszik. A két fiatalnak sikerült bezsebelnie az első helyezést. Klarinéton játszok, és így megláttam ezt az iskolát, nagyon megtetszett, és választottam egy hangszert, ami ez a hangszer volt, mert ilyen komolynak látszott, és nagyon megtetszett a hangja, és tudtam, hogy valami élményem lesz benne. Voltam, nagyon sokat készültem rá, és egyébként ez egy nagyon jó élmény volt, hogy meg tudtam végre küzdeni valakivel. Szép is hangszerem, meg jó is bírok rajta játszani. Sissa Nikoletta Viktória és Pásztor Panna klarinétosok 2. korcsoportban állhattak a képzeletbeli dobogó legfelső fokára. A diákok megosztották stábunkkal, hogy milyen volt számukra a verseny. Próbáltam minden erőmet beletenni, mert tudtam, hogy ez lesz az utolsó versenyem, és szerettem volna még utoljára megmutatni a tehetségemet. És először meglepődtem, mert ugye a korosztályunkban csak ketten voltunk, így nem tudtam, mire számítsak, mert eléggé erős volt. De meglepődtem, hogy első lettem, és nagyon örültem neki, hogy utoljára még egy első helyezetet el tudtam érni. Most indultam először a Szentesin, ez is új volt nekem, viszont szerettem volna ugye én is megmérettetni magam, mert tetszett az ötlet. A kötelezőnk az ugyanaz volt Pannával, a szabadon választott pedig a Gáde fantázia darabok 2. tétel. A zene nagyon magával van, szóval szeretnék ezen az úton elindulni. Például szeretnék elhelyezkedni egy szimfonikusban, vagy akár külföldre is szívesen mennék. A lányok azt is elárulták, hogy komolyan gondolják a zenei pályát, így a tanulmányaikat is ez irányba folytatják tovább Szegeden. Szó esett arról is az interjú során, hogy tanári különdíjban részesült felkészítő tanáruk Gábor Nagy Árpád. A nyertes csapatot zongorán kísérte Benkő Zoltán. Még néhány hónap és élet költözhet a nagyéri piaszcsarnokba, ugyanis jó ütemben haladnak a munkálatokkal az épületen. A vízellátás már kiépült, jelenleg az elektromos áram bevezetésén dolgoznak a szakemberek. Ha ezzel is elkészülnek, akkor következhet a napelemek feltelepítése, hiszen egy 10 kW-os rendszer termeli majd itt a villamos energiát.
A Nagyéri Önkormányzat ezekben a hónapokban 110 millió forintból egyik régi épületéből egy piaccsarnokot alakít ki. Erre 99 millió forintot nyertek a vidékfejlesztési programban, a fennmaradó összeget pedig önerőből pótolták. Lőrinc Tibor polgármester televíziónknak elmondta, terv szerint haladnak a munkálatokkal. A festési munkálatok, szerelvényezési munkálatok folynak. Ennek a munkának szeptember 30-áig kell befejeződnie, de mindenképpen hamarabb szeretnénk befejezni. A festés is jószerivel készen van, a nagycsarnok az rendben van, a feldolgozó rész a hűtőkamrákkal együtt azok teljesen készen vannak, ott takarítási munkák vannak hátra. Hozzátette, a közművesítés egy része már megoldódott, vannak azonban még elvégezendő feladatok ezen a téren. Ami kiépült, az a vízellátás és a szennyvíz, ez teljes egészében készen van, hát nyilván itt a talépítményekről beszélünk elsősorban, és megtáplálásról megtörtént, a nyomáspróbák rendben vannak, illetve az elektromos betápot most készítik elő a szakemberek. Ennek a folyamata úgy néz ki, hogy a ma, holnap átadásra kerül, és mindenféleképpen az áramszolgáltatót szeretnénk megkérni, hogy mi hamarabb lássa el villamos energiával az épületet. Ha minden jól megy, ez egy-két héten belül rendben lesz, de ettől függetlenül a belső munkálatok folynak. Rávilágított, az épület mi hamarabbi villamos árammal való ellátása azért is fontos, mert csak ezután tudják kiépíteni a tetőre a 10 kW teljesítményű napelemrendszert. A piaccsarnok ugyanis a falu többi közintézményéhez hasonlóan megújuló energiaforrásokat hasznosít majd, így fenntartása nagyon költséghatékony lesz. A polgármestertől megtudtuk, hogy a következő hetekben, hónapokban milyen egyéb más munkákat kell még elvégezni. Ami még hátra van, a megközelítés és a külső díszburkolat út kiépítése, ez még egy elég költséges és időigényes munka, de nagyon bízom benne, hogy ez május és június első heteiben, május hónapban, illetve a június első két hetében át tudjuk ezt is adni. Így az épületet körülvevő útnak az elkészültsége foka van még hátra, ami még nincs kész, illetve a külső hőszigetelés, az épületet fogjuk szigetelni egy külső hőszigeteléssel, és egy picit mívesebb külső színezést fogunk alkalmazni. Az épület átadása után egy olyan 100 négyzetméteres árusítótérrel rendelkező piaccsarnok áll majd a nagyíriek rendelkezésére, amely minden szükségletet ki tud elégíteni, hiszen itt nem csupán arra lesz lehetőség, hogy a kereskedők értékesítsék portékáikat, de igény szerint zöldséget és húst is fel tudnak itt dolgozni a jövőben. Immáron 5. alkalommal rendezték meg Makón a Látta de már a zenét elnevezésű rajzverseny eredményhirdetését a Glorious Vigadóban, ahol 112 gyermek alkotását díjazták értékes ajándékokkal. Az eseményt Szentpéteri Csilla zongora művész és zenésztársainak minikoncertje színesítette. Szombaton elérkezett a zenére alkotó fiatalok által várt pillanat, az 5. Látta de már a zenét elnevezésű rajzverseny díjkiosztója. A felhívásra idén 5 vármegyében, 5 korcsoportban és 14 témakörben alkottak a diákok. A záró eseményre minden nyertes szemeggyönyörködtető alkotása ki lett állítva. Szentpéteri Csilla, Csongrád megyei prímadíjas, makói születésű zongoraművész zeneszerző megosztott a stábunkkal, hogy most is nagyon nehéz dolga volt a zsűrinek, hiszen 1482 alkotás közül kellett kiválasztaniuk a legjobb 112-t. Nagyon-nagyon döbbenetes számomra, hogy ugye a pandémia idején színtelen, dramatikus és nagyon nehéz alkotások érkeztek. Tehát azt láttam, hogy a diákok befelé fordultak, félelemmel töltötte őket el az az időszak. Most pedig egyszerűen, mikor raktuk föl a paravánokra rajzokat, hát azt láttuk, hogy gyakorlatilag mint egy ilyen óriási színes birodalom, tehát mint hogyha a színeknek született volna egy bolygója, olyan alkotások érkeztek. Hát egyszerűen tegnap ugye megérkeztem, és közel 8 órán keresztül helyeztük ki a rajzokat, és most különösen odafigyeltem, hogy
az apró részletek is, hogy mennyire gazdag érzelemmel teliek, hogy mennyire fantáziadúsak, kreatívak. Minden vendég tekintetével kereste az ismerős alkotást, majd büszkén fotót is készítettek. Érezhető volt az izgalom a gyermekekben és a szülőkben is egyaránt. Siket Mira Liliana, a Makói József Attila Gimnázium 9-es tanulója első alkalommal vett részt a megmérettetésen. A fiatal elárulta, hogy már évek óta rajzol, és most is örömmel alkotott. Én a hindudal kategóriában indultam, és egy táncos nőt rajzoltam egy mandarás háttérrel. Én rajzolás közben nagyon szívesen hallgatok zenét, mert az is szerintem inspirálja az embert, hogyha közben hallgat valamit. Így itt is tényleg nagyon jó érzés volt így elkészíteni a festménykem. Az ötlet az kicsit később jött, és a rajztanárom rengeteget segített benne, hogy mit, hogyan készítsek el. És a zene nagyon sokat inspirált és segített a hangulatát elkészíteni. Mivel a hindu dalt választottam, ezért sokkal erősebb színeket használtam, inkább minél feltűnőbb. Csorba Ramona Bács-Kiskun vármegyéből érkezett, Kumpecérről családjával. A diáklány elárulta, hogy tavalyi sikerélménye volt, és most is bekerült a legjobbak közé, így izgatottan várta az eredményhirdetést. Picikén már nagyon elkezdtem rajzolni, szóval én imádok rajzolni, és közben a zenéből is megjön az iklet, amikor zenét hallgatom. Például, hogyha szerelmes dalt hallgatok, akkor szerelmes rajzokat, hogyha tájképet, akkor ilyen tájzenét, úgymond ilyeneket szoktam hallgatni közben. Pamacsos technikával dolgoztam, különböző festékeket, filceket használtam. Tengerparti dologról van szó, szóval ilyen repülős, pálmafás, kék ég. Mennyi ideig tartott, hogy létrejöjjön az alkotás? Hát kb. 1-2 hét. Úgy, ahogy voltak az óráink, és ott is dolgoztam, hazavittem, ott is rengeteg időt töltöttem el vele. Számos támogatónak köszönhetően tudnak évről évre értékes és gazdag ajándékcsomagokat kiosztani a dobogós és különdíjasok számára. Az idén is az első helyezettek a Duókoripari BT jóvoltából mágneses rajztáblákkal térhettek haza. Ha eredményhirdetés, akkor az élő zene sem maradhat el. Szentpéteri Csillai zenésztársai egy élő mini koncerttel örvendeztették meg a jelenlévőket. Az irodalomról és a könyvekről emlékezett meg a Makói Honismereti Kör nemrégiben. A Korona Konferencia Központ kulturális szalonjában többek között háborús emlékekről hallhattak előadásokat a jelenlévők, és Madács Imre születésének 200. évfordulójáról is megemlékeztek. Egy kulturális konferenciára hívta taktársait és az érdeklődőket a Makói Honismereti Kör. Makói és a városból elszármazott előadók osztották meg gondolataikat a megjelent vendégekkel. Az idei esztendőben Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója mellett a kör tagjai nem feledkeztek meg Madách Imréről, aki 1823. január 20-án látta meg a napvilágot. Talán egyik legismertebb szerzeményét, az Ember tragédiája című kötetét elevenítette fel dr. Bogó József Ágoston, aki a mű filozófiai és irodalmi mozzanatait összegezte. A legtöbben középiskolás korunkban fogtuk utoljára kézbe a könyvet, és talán akkor még nem is fogalmazódott meg bennünk az a kérdés, melyet a szerző tesz fel, mi az élet célja. A történeti színeken keresztül az emberiség sorsa látszik, de úgy is, mint férfi és nő, és a férfi és nő problémája. Ugyanakkor az ember értéke és célértéke, hogy mit tegyen ezen a földön, mikor és hol, a jó irányába húzzon, vagy inkább a lehetséges rosszat válassza, aktuális haszonszerzés céljából. Nagyon érdekes, hogy Jézus szerepe önmagában nincs kidomborítva, az nagyon érdekes, hogy Lucifer szerepe pedig önmagában nagyon ki van domborítva. Ez azt is jelenti, hogy az ember Isten képűsége itt a földön ki van téve a rossznak. Boros István a Makói Évek című könyvét az összeállítója Kozma Andrásné és a szerkesztő dr. Halmágyi Pál történész mutatták be, illetve közreműködött még Pintér Tamás történész. Továbbá a hallgatóságot a II. Világháború idejére kalauzolta el Szabó Erika, aki Nagyapám öröksége címen tartott előadást. A Makói Honismereti Kör 35 évvel ezelőtt alakult meg, a kerekévfordulót pedig szeretnék méltóképpen megünnepelni május hónapban, tudtuk meg az elnöktől, Pál
Zászlóni Szabó Zsuzsannától. Az egyik része a programnak május 25-én, amikor is egyrészt megemlékezünk a tevékenységünkről, a kör legjelesebb helytörténészeiről, honismerőiről, és azt is el kell mondanom, hogy valamiféle kis ünnepi műsort is tervezünk, egy kis kiállítást, ebből már két tabló megvan, majd készítünk az utóbbi 5 évről még 2, és a végén pedig szeretnénk bemutatni a makói honismereti híradó új számát. Az esemény remek alkalmat biztosított a kikapcsolódásra és új ismeretek szerzésére. Érkezzenek legfontosabb híreink még egyszer röviden. Első helyezésekkel tértek haza a makói általános iskola és alapfokú művészeti iskola klarinét tanszakának diákjai. Kezdi elnyerni végső formáját a nagyéri piaszcsarnok. 112 tehetséges diák alkotását jutalmazták a Látta de már a zenét elnevezésű rajzversenyen. Kedves nézőink, ne feledjék el, ha lemaradtak a híradóról, anyagainkat megtekinthetik a VTV Makó YouTube csatornáján, vagy látogassanak el Facebookos közösségi oldalunkra, illetve weboldalunkra, a www.makotv.hu-ra, ahol megtalálják és visszanézhetik híreinket. Híradónk után megmutatjuk a holnapi időjárást, majd a Legyünk a béke eszközeivé városunkban című rövid videósorozat következő részét láthatják, amelyben Farkas Éva Erzsébet polgármester beszélget Makó ismert személyiségeivel. Később a Szomszédvár című turisztikai magazin következik, majd műsorra tűztük a Fába vésett történelem című dokumentumfilmet, és visszatekintünk egy zenepavilloni koncertre is. Kedves nézőink, ez volt a május 3-ai szerda esti híradó. Legközelebb holnap jelentkezünk ismét friss hírekkel, tartsanak velünk akkor is. Én már a búcsúzom önöktől, kellemes estét kívánok, viszontlátásra!